A Györfi István Katolikus Általános Iskolában Burján Hanna Gréta kosarassal beszélgettünk. 2018-ban kezdett kosarazni, összeszokott csapatba került, nagyon jól kedvesen fogadták társai. Én 2018-ban kezdtem el kosarazni, egy összeszokott csapatba kerültem, mint újonc, viszont nagyon-nagyon jól fogadtak, és nagyon kedvesen befogadtak engem, és szinte már én is, minthogyha mint hogyha két-három éve kosaraznék velük. Kosarazás előtt énekversenyeken vett részt, úgy gondolta, ki szeretné magát másban is próbálni. Két hónapja már szerzi a pontokat a csapatnak, már érzi a játékot. Azelőtt énekeltem, és hát egy kicsit meguntam, így úgy gondoltam, hogy ki szeretném próbálni magam más területeken is, és az egyik osztálytársam korsorozott, és én úgy gondoltam, hogy én is kipróbálom magam, és úgy gondolom, elég jól sikerült. Igazából egy jó két hónapja szerzem a pontokat a csapatnak, azelőtt még nem nagyon sikerült javítanom az eredményeken, viszont úgy gondolom, hogy egy elég jó játékosa vagyok én is a csapatnak legnehezebb számára három pontos dobni, de ezt is gyakorolja és odafigyel arra is, hogy kondival bírja a meccseket. A suliban kedvenc tárgya testnevelési és a történelem. Sok versenyen vett már részt, és még lesznek matematika területi döntője, angol és olvasó versenye is. Testnevelés, történelem, matek, hát még igazából az összes. Versenyekkel, hogy ez? Hát ezen a héten és jövő héten elég sűrű hetem lesz, mivel most lesznek azok a versenyek, vagy ki hirdetik, hogy ki nyert. Matematika versenyen területi döntő most lesz pénteken, jövő héten angol verseny, olvasó verseny. Szeret olvasni, nincs kedvence, de a kötelezőt, a pálucai fiúkat is kiolvasta. Én nem vagyok ez a nagyon netes stí típus. Én inkább a könyveket szeretem, és otthon is nagyon sokat olvasok. Kedvenc írót, kedvenc könyved? Mesélj erről egy kicsit. Hát a Geronimo könyveket olvasom, és most is olvasok egyet. A kedvencem a Fantázia Birodalmának, Hercegnőinek története. És hogy elszokottál el az olvasmányokkal? Mindent kiolvastam, amit erre az évben kellett. Felnőttként sem hagyja abba a kosarazást, de fodrásznak készül. A kosarazást továbbra sem szeretném abba hagyni, viszont uh, fodrászban uh, gondolkoztam, hogy talán. Az iskola ének csapatával, amikor még énekelt, országos ezüst minősítés kaptak egy versenyen, ahol egyéniben második lett, így nem okozna gondot most sem egy népdal eléneklése számára.